Müller még mindig nem szabadult föl a fehérvári kapu. Kovács! És Mirjuta lehúzza. Kovács hozza. Kovács. Marozsán. Tököli. 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 És kihagyja ezt is. Nincs szerencséje ennek a pécsi fiúnak. Kovács. Jekyll. Jekyll. A lepattanó labda is még az övé, az is átpattant, de még mindig nála a labda. Ez egy jó labda Pestnek. Ragyogó labda Tökölinek. Tököli! És Mitring véd. Jekyll. Pest. Egy jó csel. Jó labda Jekyll felé. És szavalja, hogy áll, kirúgja a játéktéren túlra a labdát. Érkezik a tartaléklabda. DNS rúgja át, Jekyll kezében a labda. Jó jön be a labda, Kovács! Ja. És egy óriási védés! Mit védett Mitring? Elmozdult a másik sarokra, és még mindig visszaért. Jekyll. Tököli felé szállt volna a labda. És ebben a pillanatban lefújja a játékvezető a mérkőzést. A pécsieknek nem sikerült a második mérkőzésen sem nyerniük. Nagyon össze kell szednie magát a pécsi csapatnak, akkor, ha benne akar maradni az NB1-be, és a mutatott játék alapján sajnos erre kevés remény van. A most látott sportesemény televíziós közvetítésének kizárólagos joga a szaknévsor szerkesztőség tulajdona. Bármilyen ismétléshez a szerkesztőség hozzájárulása szükséges. Szerte a világon élnek emberek, akik szenvedélyesen rajonganak a kávéért. Osztozzon velünk e szenvedélyen. Kóstoljon meg egy igazi ízt és aromát. Kóstolja meg a Csíbó különleges kávéit. Csíbó, a legtöbb mi adható. Biztosíthatom, ha autóriasztó Amper Monitor. 8000 és 80000 forint között beszereléssel. Pécsett a 6-os út Mohácsi út kereszteződésében. Amper Monitor Kft. Autóriasztók, autókényelmi berendezések. 12 típusú autóriasztó berendezések 8 és 80000 forint között. 30 féle típus javítása, távirányítók pótlása, biztosítók által elfogadott készülékek kaszkókötéshez. Sőt, rádiós magnók, ablakemelők, központi zárak. Mindezt az Amper Monitor Kft-nél a Zsolnai Vilmos utca 59-ben. Bau Kerámia Szaniter Kft., ahol az önálmai valóra válnak. Építkezéshez, lakásfelújításhoz és korszerűsítéshez az építőanyagok, kül- és beltéri burkolóanyagok, valamint egyéb lakásfelszerelési cikkek széles választékát kínálják kedvező árakon. A szép ház, a szép lakás gyöngyszeme a nappali, a fürdőszoba és a konyha. Ehhez mindent egy helyen. Ezt látni kell. Széles választék, minőség, korrekt kiszolgálás. Nevünk a garancia. Bau Kerámia Szaniter Kft. Pécs, közraktár út 10 per A, ahol álmai megvalósulnak. Volkswagen, Polo Classic. Vörös Autóház, Pécs, Megyer út 80. A kézilabda NB1-ben a PMKC ellenfele, a Kárpát Hús Nyíregyháza KC
csapata helyosztó mérkőzést láthatnak most a nézők, hiszen a 9. és 10. helyezett játszik egymás ellen Pécsett a városi sportcsarnokban. Pécsiek a hagyományos piros mezben, és éppen ebben a pillanatban dobja éppen harmadik gólját a vendégek üdvöskéje, Bécsi János, akire külön felhívta a figyelmet a pécsi szakvezetés, is retteget átlövője a nyíregyházi csapatnak. A helyi szakvezetés éppen ezért követő emberfogással kíséri végig az egész mérkőzésen Bécsit, aki a per pillanatnyi állásból is a nyíregyháziak három góljából már hármat ő dobott. Újdonság még a hazaiaknál, hogy felépült Kakas János, a csapat kapitánya, a hosszú sérüléséből 5 hét után újra pályára lépett, és már is bizonyította, hogy mennyire szükséges egy jó irányító, hisz a 4-3-as pécsi vezetés nagyrészt az ő kiváló játékának köszönhető. Egy gyönyörű nyíregyházi ellentámadás, újra Décsi, parád és betörés, és ebben a pillanatban már is egyenlítenek. Hiába minden, tehát külön vigyáznak rá, mégis Bécsi erőszakos, jól megtermett, kemény átlövő, aki roppant gólerős is. Bécsi kezeken jár a labdát, fizessi Kakas. Kakas törbe, szabad dobás. A vendégeknél érdekesség még, hogy 13-asan pályára lép Belányi Zoltán is, aki nagyon sokáig Izlandon volt légiós. Most egy majdnem eladott labda. Kovács István azonban összeszedi, Kakas, német. Kovács nem tud azonban betörni, mert nagyon jól blokkol vele szemben Dévald Attila. Indul a figura a pécsieknél, Frey. Kakas le a szélre Németnek, és Német mondhatni szimbalomszögből dob egy hatalmas gólt, és szerzi meg ebben a csapatának a vezetést. 10 perc van tehát vissza a mérkőzésből, és óriásit fordult a kocka. A sérülésekkel teletűzdelt pécsi csapat 4 gólos hátrányban szenved itthon a Nyíregyháza ellen, és mint látnivaló, tulajdonképpen nincs is igazán a kezdő sorból alig-alig játékos, bár most éppen Frányó Gábor száforra erre, és módosítja az eredmény állását. 19-22-re 3 pontra csökkent tehát a hátrány a pécsieknél, amikor jönnek a nyíregyháziak, Belányi, Medve. Belányi újra teljesen kiszorítják a nyíregyháziakat a pécsiek, és Medvével szemben szabálytalankodnak, illetve tóvízi esik rosszul. Törlés. Az ember hátrányban lévő nyíregyháziak kezén jár a labda, amikor még 10 perc van vissza a mérkőzésből. Medve. Hellinger, újra Medve. Medve. Hellinger. És Frányó Gábor teljesen szabályosan ugrott fel, amikor a Hellinger eljátszott, hogy őt bizony meglökték. Tóvízi, Tóvízi, Bécsi, Medve, és mutatja a játékvezető Szabó József, hogy helyet csinált magának a nyíregyháziak támadója. Kovács, Füzesi, egy jó bejátszás Becskei felé, Becskeit azonban Bécsi elrántja. Egy gyors indítás a szélről, és Frey Gábor rálép a vonalra. Kár, mert szorosabbá tehették volna a hazaiak a mérkőzést, amikor még mindig 8,5 perc van hátra a mérkőzésből. Nem dőlt el tehát semmi, bár a vendégek nagyon magabiztosan végigvezetve játszották a második félidő teljes hosszát eddig végig. Medve, Belányi, újra Medve, Hellinger, Hellingerre szemben pedig Füzesi szabálytalankodik.
Tóvízi, Hellinger, Hellinger, Medve, jól zár a pécsi fal is, Kovács István lábbal kivédekezi az ellenfél támadását most. Nagyon együtt van a pécsi védőfal. Medve, és talán elszóltam, mert abban a pillanatban, amikor mondtam, hogy nagyon együtt van a pécsi védőfal, a pécsi fal szétnyílt, és Medve besétálhatott az űrben, és éri el a csapat a 23. gólját, és növeli az elényt újra 4 gólra. 8,5 perc van vissza, amikor Kovács István egy váratlan, szinte helyből történő felugrással módosítja az eredményt azonnal, és már csak 20-23 Kovács Istvánnak ezek a negyedik gólja ezen a mérkőzésen. Szerzsuk Hellinger, ott a jobb oldalon játszanak most a nyíregyháziak. Egy jó visszajátszás, és Füzesi megmozdulása szabálytalan, büntetőhöz jut a vendégcsapat. Belányi és Jandó párharcából, Jandó kerül ki győztesen, aki a sérült szentelyet állt a kapuba, és úgy tűnik jó csere volt, mert azóta teljesen magabiztosan véd, és segít a pécsieknek. Frányó fordul be. Vele szemben azonban Bécsi szabálytalankodik, és hiába kiállt a pécsi közönség gólt, a bíró mutatja, hogy lépésibe előzte meg az akció. Kovács, Frányó, Füzesi. Jól járatják most a pécsiek a labdát. Egy szép átlövés, aztán az ejtés. Szerzsuk és Jandó, és Szerzsuk nem hibáz. Újra eldőlni látszik a mérkőzés. 24-20 ebben a mérkőzés állása, és Szerzsuk 8. gólját lövi. Nagyon eredményes, tehát a nyíregyháziak idegen légiós szélsője. Azaz egy gólra csökkent a hátrány. Itt az egyenlítési lehetőség, csak most kell jó védekezni a hazaiaknak. Belányi, Medve, Tóvízi. Most nagyon jól dolgozik lábbal a pécsi csapat. Medve. És 7 méteres. Belül volt a sárga, hat és a belül volt. Belül vagyunk az utolsó percen, amikor Belányi és Jandó, és Belányi bedobja. Két góllal vezetnek tehát a vendégek, amikor pécsi támadás, Kovács, Füzesi, és szabaddobás. Még mindig több, mint fél perc van vissza, amikor jöhetnek a hazaiak. Becskei eladja, Tóvízi megszerzi a labdát. Ezzel el is dőlt a mérkőzés, azt hiszem, a két gólos előnnyel rendelkező Nyíregyházán most már csak óriási hibával tudna szorítani a pécsi csapat. Bécsi pumpálja a labdát nyugodtan. Kun, Tóvízi, Medve, Tóvízi. És ellopja a labdát Frányó. Nincs azonban idő, hogy végigfusson vele. Ezúttal nem sikerült a pécsi csapatnak itthon a siker. A Nyíregyháza jobban akarta a győzelmet. PMKC Nyíregyháza 24-26 a férfi kézilabda NB1 mostani fordulójában.
mezei futóversenyt rendeznek a 508-as szakmunkás képző közelében. Kik jutottak ide? A városi körzeti, mert valamikor járási körzetek voltak. Most a városi városok közé tömörültek ezek a körzetek, a körzeti győztes iskolák, valamint a pécsi iskolák győztes csapatai kerültek ide be ebbe a versenybe. Nagyon sok korcsoportban is. Igen, van az második korcsoporttól egészen az ötödik korcsoportig. Ez annyit jelent, hogy az általános iskolák alsó tagozatának, felső tagozatának külön korcsoport. Az alsó tagozathoz tartozik a második korcsoport, a felső az a harmadik korcsoport, és a középiskolákhoz, a gimnáziumokhoz, a szakmunkás képzőkhöz pedig a harmadik, negyedik korcsoport tartozik. Ezek a versenyek hány gyereket mozgattak meg? Hát ez az időjárás nagyon befolyásolja ezeket a versenyeket. Ezt kora tavasszal rendezünk, nyitó versenynek számít atlétikából, és elég sok versenyzőt, ugye tanulót indítunk el ezeken a versenyeken. Amikor egy héttel előtte már jó idő van, akkor több száz tanuló indul el ezen a versenyeken. Amikor egy héttel előtte még borongos, rossz az idő, akkor kevesebb, mint ahogy most is itt körülbelül 300-400 gyereket látunk. De ennek 3-4-szerese, 5-szerese szokott lenni, kellemesebb tavasz idő után. A legtöbben Mohácsról jöttek, ez hagyomány. Mohácson sok az úgynevezett atléta testnevelő tanár, aki fiatal korában is atléta volt, és ez természetes, hogy amelyik tanár, amilyen sportágat tűz, azt a gyerekeire is át akarja plantálni. Így Pazar Győzőtől kezdve, a fián keresztül, a többi kollégákon keresztül, minden évben ők hozzák a legtöbb tanulót ide, a pécsieken kívül. A pécsi általános és középiskolások közül honnan jöttek a legtöbben? A gyakorlóiskolákból, a Fehérhegyről, Meszesről, innen szoktak általában legtöbben jönni, de jönnek a Bártfa utcából is, és elég sok helyről jönnek. Kecskeméten áprilisban lesz a döntő. Kiknek van esélye, hogy oda jutnak? Az első három, vagyis az első csapatoknak, és az csapaton belüli első helyezetteknek. Ez annyit jelent, hogy minden korcsoportban egy csapat, az első csapat jut tovább, és azon kívül még részt vehet az, aki akar a saját költségén. Mennyit futotta? Hát 1200 métert. És mennyit alatt teljesítetted a távol? Hát sajnos én azt nem hallottam. Mert már annyira izgultam, hogy annak örültem, hogy beértem. És ilyen mezei futóversenyre hogyan lehet felkészülni? Hát először is az ő édesapjánál edzek. Hát is nagyon rendesen felkészít minket. Te egyénibe lettél az első. Igen. Hát nem volt nehéz szerintem, én nem fáradtam el. És jó volt. És akkor itt mondja a kislány, a barátnőd, a sportolótársad, hogy édesapád az edző. Édesapa mellett milyen? Hát jó, mondjuk többet követel tőlem, mint mástól. És talán jobban megköveteli, hogy mindent jobban kell tudnom, mint a többieknek. Mezei futóversenyre hol lehet felkészülni? Tornateremben, utcán? Hát van a Tüzér utcám, a pályán, ott szoktunk futni. Én is ugyanott készülök, Tüzér utca 5-ben. És ott van folyosó is, de ott nem jó készülni, szerintem kint a szabadba jobb. Igen. És miért nem jó a folyosó? Mondjuk ott gumi van, és az élában mondjuk nem bírja a gumit, de szerintem a szabadba élvezetesebb készülni. Országos döntő lesz Kecskeméten. Ott hányadikak lesznek? Hát ezt nem tudjuk, de én nagyon szeretnék az első háromba benne lenni. Az ellenfeleket nem ismerjük, de próbálok ugyanígy futni. Én is próbálok. És a csapat lelke megvan, reméljük sikerülni fog. Ez a mai rendezvény és a Baranyai Pepsi 5 próbának a soron következő állomása. Április 20-án egy futás lett a testvérvárosok teáltalános iskolából. Május 18-án egy kerékpárverseny lesz, az pedig Szent Lőrincen lesz az Újhelyi Szakközépiskolából. Mind a kettő egyúttal országos 5 próba is, és még ebbe a fél évben lesz, június 1-én egy úszás lesz. A következő események pedig már ősszel lesznek. Hány résztvevőre számítanak, illetve milyen nevezési feltételekkel lehet részt venni ezeken a versenyeken? A résztvevők száma mindig változó, most a mai rendezvényen már több mint 400-an indulnak el. A feltétele pedig egyszerű, csak be kell nevezni, és a viszonylag enyhébb és nehezebb távokat teljesíteni kell.
gondolom, hogy itt minden korosztályt megcéloznak, tehát gondolok itt az általános iskolás korótól kezdve a legidősebb korosztályig. Így van, nem is annyira az életkor, mert látszik is azért zömében iskolák vannak, családok, félprofik, megszállottak jönnek el, akiknek ez a szinte az élet. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy a vizet és a természetet összekapcsoljuk. Hogyan jött az ötlet? A Pécsi Vízmű mindenféleképpen támogatja a természetbarátságot, mert az alapvető feladata a természetes jó vízzel való ellátás és a természetben való jó kapcsolat, a használt szennyvizeknek a tisztítása és a megfelelő minőségben való visszajuttatása a természetbe. Ezért jött az ötlet, hogy támogassuk ezt a természetjáró túrát, ami az olimpiai öt próbának is a része, és hát nagyon örülünk neki, hogy ilyen sok gyerek vesz részt ezen a programban, és remélem, hogy találkoznak a víznek különböző formáival a túrájuk során, patakokkal, tavakkal, sőt, ahogy az időjárást elnézem, még hóval is fognak a hegyen találkozni. Hogy a víz minőségének a védelme az nem egyetlen naphoz kötődik. Mi az, amit tanácsolni tudhatnánk, vagy tanácsolni tudunk egyáltalán a vízzel kapcsolatosan egész évben? Ez egy folyamatos feladat mindenki számára. Én azt hiszem, fel kell ismerni, hogy a víz az egy érték. Mindenki számára. Nem csak akkor kell találkozni vele, amikor a csapból kifolyik a tiszta víz, hanem amikor az élünk, a környezetünket szennyezzük, akkor gondoljunk arra, hogy ez visszahat ránk. Amit a természetben mi szennyezőforrásként elhelyezünk, az egy idő múlva meg fog jelenni a körforgás folyamán a mi használt vizeinkben, és a mi életünket teszik rosszá. Pécs az régi helyszín az öt próbáknak, és most már ötödik alkalommal rendezünk közösen öt próbát. Az országos farmi olimpiai öt próbához úgy kapcsolódik, hogy van egy kialakult helyi rendezőgárda, szabadidős sportosok, és eddig hagyományosan gyalogtúrát és futást rendeztünk, de idén már kapcsolódik hozzá Szentlőrincen egy kerékpár is, úgyhogy így kapcsolódik. Tehát ez új dolog a kerékpározás? Hát itt új dolog, a kerékpár az hagyományos része az olimpiai öt próbának, de Pécsen most vették a bátorságot ahhoz, és remélem, hogy sikeres próbát fogunk rendezni. Tehát kerékpár most lesz először Pécsen, illetve Szentlőrincen. Mondjuk el a főbb állomásait az országos rendezvényeknek itt Dióhéjban. Még lesz jövő hétvégén, tehát 30-án Kaposváron, ezzel befejeződik a márciusi program és a gyalogtúra. Áprilisban futópróbák lesznek, Budapesten, Miskolcon, Szerencsen lesznek próbák, valamint a hagyományos velencei tófutás lesz. Májusban majd kerékpárok, júniusban pedig a triatlon fog következni, erről meg fogunk mindenkit informálni. És aztán irány Atlanta néhányoknak, jól mondom? Így igaz, úgy tűnik, hogy 11 szerencsés önnek már lefoglaltuk a helyét, illetve lefoglaltuk, a 11 szerencsés fog kijutni az olimpiára, 10 napot fognak kint tölteni, és napi 2 belépőt tudunk biztosítani a sportesemények számára. Én úgy hallottam, hogy nagyon-nagyon sokszor túrázik az iskola. Ott ez egy nagyon jó program, egy tendencia a gyerekek nevelésében? Természetesen, és nem kell ecsetelni, hogy mit jelent, amikor együtt van egy kis közösség, iskola apraja nagyja képviselteti magát ezen a hagyományos, most már nyugodtan mondhatom, több éve működő programon, de ettől függetlenül, tehát a mostani Baranymegyi Szabadidő Sportszövetség által most már rendszeresen megszervezett programokon kívül az iskolákban egy elfogadott program az, hogy bizonyos alkalmakkor tavasszal, ősszel összekapjuk a gyerekeket, és ahogy csak lehet, és amikor csak lehet, kivegyünk a szabadba. Most van egy olyan 25-30 fős állandó tagságunk, akik vállalták ezt a feltételt és ezt a programot. Ugye nem csak túrából áll ez a rendezvénysorozat, hanem futásból, kocogásból, illetve kerékpározásból. Hát szeretnék minden alkalommal megjelenni, és ez a törzsmag, aki képvisel az iskolát, végig fogja majd csinálni ezt a programot. Nehéz a terep? Nem különösebben. Kicsit sár van, de nem vészes. Szerencsére a hó már olvad. Csak azért, mert látom, hogy jó fel vagy szerelkezve mindenfélével. Esetleg van olyan, aki eltévedhet ezen, vagy találkoztatok olyannal? Hát, aki nem ismeri jobban a terepet, és hát vannak olyan helyek, ahol sok felé megy az út, és a jelzések gyengében vannak felfestve, akkor el lehet tévedni. Rendszeresen túráztok? Igen. Mi az a rendszeresség mondjuk? Milyen gyakoriság? 2 hetenként általában. Ilyen teljesítménytúrákra szoktunk eljárni. ...1952 évi Helsinki olimpián Pécsről Solymos Egonnal voltak kint. Lippai Antal az elődöntőig eljutott. Szép, gyönyörű emlékeim vannak erről az esztendőről, mert minden sportolónak, főleg atlétának az a vágya, hogy egy világversenyen, és főleg az olimpián képviselje az ország, a nemzete színeit.
A szomorú talán az, hogy olyan kis különbséggel estem ki az elődöntőben, mielőtt kétszer már futottam az elő és a középfutamban, hogy a harmadik és az ötödik helyzet egy is ugyanazt az időt futotta. Csak a célfotó, illetve akkor az emberi szem döntött el, hogy ki az harmadik és ki az ötödik. Én sajnos ötödik voltam. De ez mellett nagyon sokáig országos csúcsot tartott 400 méteres gátfutásban. Igen, 1956-ban egy finn-magyar viadalon futottam a Népstadionban az utolsó csúcsomat, ami 52-2 volt, és ez tartott egészen 1967-ig. Hasonlóval vidéki versenyző nem igen dicsekedhet. Nem emlékszem, hogy ilyen történt volna. Visszatérve 1952-re Helsinkire, beszélgetésünk elején elmondta, hogy nem az igazi a 400 gát, a 110-et jobban szerette, de miért? Nem talán rosszul tetszik emlékezni rá, ez fordítva van. Mert először 110 gáton indultam, és az volt a főszámom, de egy bukaresti verseny, első nemzetközi versenyemen, amikor megnyertem a 400 gátat, úgy unszoltak, megjegyzem, hogy induljak el 400 gáton, akkor váltottam át, és azóta lett a főszámom a 400 gát. Ez 1949-ben történt. Egy atlétával kiszerettetheti meg ezt az, úgy mondhatnám, hogy igazán csak nehéz-nehéz edzésformát? Mozgásigénye mindig volt. Labdajátékot is szerettem, de egy Levente versenyen tűntem fel, ahol a Urbán Karcsi barátom, és jó barátom mondhatom, figyelt rám fel és a tehetségemre. Akkor döntöttem én is úgy, hogy megpróbálkozom az atlétikával. Hosszú időn keresztül csak olyan közepes eredményeket értem el, és amikor egyszer egy kiugró eredmény és egy sikerélmény is bekövetkezett, azután álltam neki komolyabban dolgozni, és az atlétikát nagyon megszerettem azután. És így vannak nagyon sokan. 1950-es évek elején rengetegen kimentek atlétikai versenyre Budapesten a Népstadionba. Akkor jobb volt az atlétika, mint most. Illetve mondjuk együttesen gondolkodom ebben. Tehát akkor minden számban olyan versenyzőink voltak, akik felvették a versenyt a külföldi neves verseny, főleg a szovjet versenyzőkkel. És ezek a versenyek mindig élményszámba mentek. Nem egyszer volt futballmérkőzéssel egybekötött atlétikai verseny is, de nem volt titkaság, hogy 30 ezer ember is kiment egy atlétikai versenyre, főleg akkor, amikor neves versenyzők csaptak össze a Népstadionban. Nem szakadt el a sporttól, továbbra is bíróként tevékenykedik. Meddig fogja ezt Lippay Antal csinálni? Ameddig, ez egy kicsit mosolygok ezen a kérdésen, amíg nekem kedvem van hozzá, addig úgysem fogom abba hagyni. A Megyei Atlétikai Szövetségnek tagja vagyok, a versenybíróságnál állandóan tevékenykedem, és jó leső érzés a fiatalok között lenni, és jó barátaim velem együtt hódolnak ennek a elfoglaltságnak. Biztosíthatom, ha autóriasztó ampermonitor, 8000 és 80000 forint között beszereléssel, Pécsett a 6-os út Mohácsi út kereszteződésében. Ampermonitor Kft. Vásároljon 5-10000 forinttal kevesebbért a Coral Kft. Műszaki boltjaiban. Itt minden héten más és más árucikk kapható olcsóbban. Állandó porszívó, páramentesítő és grilles mikrosütő vásár. Kis háztartási gépek, Tefal, Mulinex, Elin, Philips a legnagyobb választékkal. Esztétikai hibás hűtők, mosógépek hihetetlenül alacsony áron. Minden héten nézzen be hozzánk, mert érdemes. Megtalál minket Pécsett a Király utcai Coral Centerben, vagy a Bem utcai Coral Shopban. Rád Géber Egyetem sörtanszék. Nyitva a hétfő kivételével délután 4-től éjjel 2-ig. Egy hely, ahol jó enni, ahol jó lenni. Különleges ételek, különleges italok, kellemes környezet. Saláták, csilik, szerb specialitások. Rád Géber Egyetem sörtanszék. Pécs, Buzatér 2.
Negyedik mérkőzés, tehát a döntőbe jutásért a BSK 2-1-re vezet a három győzelemig tartó összecsapáson. Kékben a PVSK, fehérben pedig a BSK, a feldobás után Balázs hozta el, és az első támadás a PVSK-é. Anitic három pontos próbált meg, ehelyett Fűrész Emőke Pap személyhibát, aki ellökte Balázs Hajnalkát. A mérkőzés játékvezetői egyébként Harsányi József, illetve Szlávik Csaba. Van itt is a sarokban, Vilutítja, sajnos elvesztette, így Tomás Szöhet, egyedül próbálnak kosára törni, és a kosár jó is, 2-0-ra vezet a BSE. A kezdő ötösök egyébként a PVSK-ban a megszokott Balázs, Tojkovics, Horváth, Anitics és Vilutítja, míg a vendégeknél Bakai, Besenyői, Nagy Dóra, Fűrész és Tomás. Ebben a pillanatban egyenlít a PVSK, 39 másodperc telt el, és 2-2. Tomás befordul, és már is vezet a BSE, 8-7. Most viszont egy pécsi kosár, és újra a Pécsnél van az előny, ha minimális is, 9-8 az ötödik perc kezdődött. Fűrész rohan végig, cselezi ki Aniticset, és szerez szép 2 pontost. 13. perc az első félidőben, Németh Ági szépen fordul lesz Tojkovicsról, és most nem hibáz. 32-27. Horváth, és Horváttal szemben Németh Ági a szabálytalan, aki a földön ülve csodálkozik, Harsányi pedig fölhúzza. Majd Dorának jó a labda, Németh Ági viszont elveszti, illetve Balázs szedi ki a kezéből. Gyönyörű volt a passz, és gyönyörű a 2 pontos is. 10 pont a különbség a 16. percben. 42-32. Most van vissza 10 másodperc. Horváth, Vilutítja. Beindul, aztán inkább Anitićnek adja. Sajnos ez a 3 pontos is kimaradt, de már csak 2 másodperc van. 1, és vége az első félidőnek. 44-34, tehát 10 ponttal vezet a vasutas csapat az első 20 perc után. Balázs. Horváth. Jó! 46-40. Harmadik perc a második félidőben, ez volt a PVSK első pontja a második 20 percben. Nézzük Tamás büntetőig, 15 másodperccel a vége előtt, és 1 pont a BSE előnye. Ez bent van, 78-76. És ez is bent van. 3 pont. Balázs. Szabálytalanság. Bagoly, 7 másodperc. 3 dobás! 3 dobás, mert kívülről volt. Másodperc van vissza a találkozóból, és Balázsnak nem szabad hibáznia. Az első megvan, 79-77. Ez is megvan, 79-78. És ez is bent van, ezzel döntetlen, 79-79. Fűrész, kijön Tomás, és nincs semmi, hosszabbítás. Nos, akkor nézzük a hosszabbítást. Vilutítja és Németh Ági ugrik, és Veres szerzi meg. Ez visszajátszás sajnos, így van. Tomás. Fűrész.
Tomás Nagy Dóra befordul, és kihagyja. Hárman vannak ott a pécsiek közül. Végül is Annit is szedte le. Veres. Balázs. Anitics. Balázs, ez gyönyörű labda, és be is megy. 81-79. Bagoly. Begyötri magát, csak a labdát nem tudja. Feldobás. Fűrész és Veres ugrik. Nagy Dóráé, Németh Ági. Nincs bent. Szerintem Németh Ági és a bírói sípszóra várt. Veres. Stojkovics. Veres. Nem jó, de Balázs visszaszerzi. Újra Balázs. Balázs, Stojkovics, Veres. És Stojkovics nem figyel, 3 másodperc, jöhet a BSE, 81-79, másfél perc telt el a hosszabbításból. Fűrész. Tomás közelebb megy, és kimarad. Balázs kezébe esik. Tomás hátulról szerel, és jól. Tomás hárman van a kettő ellen, végig rohan, és kiadja, a labda pedig Vilutiché, akivel szemben Fűrész szabálytalankodik. És ez is bent van, 83-79. Nagy Dóra, Tomás, Németh Ági elruhaszkodik, és be is dobja, 83-81. Anitics, Veres, Veres megpróbál megindulni, aztán bedobja, mivel nem tudta hová adni, ezért bedobta, 85-83. És ez is bent van, 85-85. Veres. Anitics. Jóra Veres. Anitics. Balázs. Közelebb megy. És jó! 87-85. Másfél perc van vissza, 2 pont a Pécs előnye. Most nézzük, a PVSK-nál van a labda, 7 másodperc van, Balázs még visszaszerzi, Anitics, aki ráfekszik, aztán levisz a földre, és vége a találkozónak, Anitics ráfeküdt, és ezzel nyert a PVSK 3 ponttal, 88-85, tehát a végeredmény, és lesz 5. találkozó vasárnap Pécset. Azt hiszem, hogy a lehető legjobb, amit mondhatok, hogy a PVSK óriási csatában, hihetetlen nagy mérkőzésen 3 ponttal hosszabbítás után megverte a BSE-t. Így az 5. találkozó dönt, hogy kijut a döntőbe a BSE vagy a PVSK. Vasárnap Pécset, tehát 5. találkozó. A most látott sportesemény televíziós közvetítésének kizárólagos joga a Szaknévsor szerkesztőség tulajdona. Bármilyen ismétléshez a szerkesztőség hozzájárulása szükséges.